Sóbert Norbert beköltözött Hajdú Péterhez. Természetesen csak egy műsor erejéig, de amiért ez számunkra érdekes, hogy a publikált anyag legelején, már a 9. percben valahogy a holdra szállásra terelődött a téma. Te hisz a holdra szállásba? Miért te nem hiszed el? Én nem, majd megbeszéljük. Norbi pedig a következő megállapításokat tette. A túlerőhöz mi kell? Közeg. A közeg a föld és az oxigén. Nem, Norbi, az információid sajnos tévesek. A rakéták toló erejéhez hajtóműre van szükség, a kiáramló égés termékek azonos mértékű, de ellentétes irányú ellenereje az, ami mozgatja a rakétát. Oké, holdas köt le, ne csapódjon be a holdba. A Holdkompnak ugyanolyan, bár jóval kisebb teljesítményű rakéta hajtóműve volt, mint amilyet az indulásnál is használtak. A leszálló egység hajtóműve több mint 12 percig folyamatosan lassította a kompot, hogy ne csapódjon a Holdba. Oké, kívülről vette valaki az első földre, Holdra lépést. Ki vette kívülről? Egy külső tárolóban elhelyezett lassú pásztázású kamera, amit Armstrong a létha tetején egy zsinór meghúzásával pozícionált és kapcsolt be. És hogy jön vissza? Úgy, hogy a Holdcom könnyebbik, visszatérő modulja szintén egy rakétahajtómű segítségével felemelte az űrhajósokat egészen a Hold körüli pályáig. Ki vette föl, hogy felszáll az űrhajó? Norbi és Péter ekkor már az Apollo 17 misszió felvételét nézik, amint a Holdcomb felszálló modulját szépen követi a kamera. Ez a felvevő a négy kerekű holdjáróra volt rögzítve. A Földről is vezérelhető kamerát az irányítóközpontban mozgatták, függetlenül az űrhajóban lévő asztronautáktól. A felvétel érdekessége, hogy az operatőrnek bele kellett számolnia a fénysebességből és a feldolgozó rendszereken való átfutásból adódó pár másodperces csúszást. Tehát az operátornak a visszaszámláláskor már a start előtt el kellett mozdítani a kamerát felfelé, hogy az pont akkor kezdjen a manőverbe, amikor a Holdon lévő komp elkezd emelkedni. Ez a művelet egyébként az előző küldetésnél nem sikerült valami jól. Hát nem tudom, azóta se volt senki a Holdon. Ha Neil Armstrongék landolására gondolt, akkor de, voltak azóta. Ugyanis a 6 sikeres landolás során összesen 12 ember sétálhatott az égi kísérőnk felszínén. Logikus, hogy sok minden nem hiszek el. Ez az első mondat, amit abszolút megértek, ugyanis megfelelő tudás hiányában az emberekben kialakulhat egy valótlan alternatíva, például, hogy egy operatőr már a Holdon várta az első holdra szállókat. Márpedig téves adatok révén és megfelelő tudás hiányában nagyon könnyű fals következtetéseket levonni. Egyáltalán nem ítélem el Norbit emiatt, azt gondolom, hogy a fejében lévő hiányos ismeretek alapján jó magam is kétségbe vonnék valós történelmi eseményeket. Ha valamiért mégis hibáztatnám, az csupán annyi, hogyha egy dolgot nem ért, vagy nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel vele kapcsolatban, akkor miért nem jár utána, mielőtt egy tévéműsorban elkezdi kifejteni a meglátásait? Olyan kérdéseket tesz fel, amikre rendelkezésre állnak a válaszok, nem kell hozzá semmi más, csak az internet és néhány percnyi böngészés. De ha a teendői mellett nincs ideje a keresgélgetésre, azt is megértem, sőt, még segítek is neki. A leírásban ugyanis mindannyian megtaláljátok az űrkutatás magyarul YouTube csatorna összes videóját, ami a holdra szállásokkal foglalkozik. Ott van az Apollo programról szóló 3 részes összefoglalóm, amiből kiderül, hogyan jutottak el az emberek a holdig, és milyen járművel szálltak le a felszínére. De a leírásban fellelhetitek az egyik legnézettebb 40. epizód linkjét is, amiben éppen a holdra szállás tagadók néhány érvét cáfoló meg, köztük a Norbi által is említett zászlólobogást. Arról pedig, hogy mik bizonyítják a holdraszállások valódiságát, az űrszóda podcast sorozatunk 5. adásában beszélgettünk. Senkinek nem szeretném megváltoztatni a hitét, senkit nem szeretnék meggyőzni arról, hogy téved. Arról van szó csupán, hogy ahogy Norbinál, talán másoknál is felmerülhetnek ugyanezek a kérdések, amikre ha valóban választ szeretnének kapni, itt a videó, amikben válaszokat kaphat. Ez a videó kizárólag a tudás átadásáért készült, semmiképp nem a lejáratás miatt, ezért arra kérek minden kommentelőt, hogy ennek fényében sértegetésektől mentesen helyezze el véleményét a videó alatt. Zárásként pedig egy szlogen, amit gyakran alkalmazok és éppen ideillik. A tudás hatalom, a tudás mindenkié. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.